Immár több mint egy éve, hogy az Artemis 1 küldetés személyzet nélküli űrhajója megkerülte a Holdat. A misszió több szempontból is közel áll a szívemhez, többek között azért is, mert a rakéta startja volt az első élő közvetítés az űrkutatás magyarul csatornán, ami után nem sokkal a Hold melletti elhaladását, majd az Orion űrhajó visszatérését is élőben közvetítettük nektek. A kapszula visszatérését egy fedélzeti kamera végig rögzítette az ablakra szerelve, aminek anyagát pár napja tette közzé az amerikai űrügynökség. A felvételek egyik érdekessége, hogy hanggal együtt rögzítette a kamera, így teljesen beleélhetjük magunkat egy jövőbeli űrhajós helyzetébe, aki épp egy holdmisszió után tér vissza a Földre. Az elkövetkező történéseket szinkronizáltam a telemetriai adatokkal, így pontosabb képet kaphattok arról, hogy mi történt a visszatérés során. A fontosabb vagy érdekesebb eseményeket narrálni fogom, az ilyen részeket a videó idővonalán külön fejezetekben találjátok meg. Azoknak pedig, akik nem szeretnék érdes hangommal rontani a visszatérés élményét, felrakom a videót narráció nélkül is az eredeti hanggal a csatornára. Na, akkor ugorjunk is fejest a történésekben, amiről úgy fogok mesélni, mintha mi is utasok lennénk az éppen a Földre érkező Orion űrhajóban. Jobb, ha koncentráltok, mert higgyétek el, nem sokára felforrósodik körülöttünk a levegő. Ahhoz, hogy megértsük pontosan, mit látunk vagy mit hallunk, nézzük meg, hogy mi is történt eddig. Az Orion űrhajó közel 26 nappal ezelőtt, 2022. november 16-án emelkedett a magasba egy SLS rakéta tetején. Az űrhajó elvitt minket a Holdig, az odaút körülbelül 5 napig tartott. Ezután egy elnyújtott retrográd pályára álltunk az égitest körül. Így haladtunk tovább 2 héten át. 5 nappal ezelőtt, december 6-án egy hajtómű gyújtással kiléptünk a Hold vonzásából, majd megkezdtük az utunkat a Föld irányába. A körülbelül 5 napos utazás során a bolygó gravitációs ereje folyamatosan gyorsította űrhajónkat, ami így végül közel 40 ezer km/órás sebességgel megérkezett a légkörbe. Az Apollo űrhajók az úgynevezett direkt visszatérés módszerét alkalmazták. Ez pontosan azt jelenti, amire a nevéből következtethetünk. A kapszula egy gondosan kiválasztott szögben belépett az atmoszférába, majd a légköri súrlódás hatására az űrhajó lelassult annyira, hogy kinyithassa az ejtőernyőit. Amikor azt mondom, gondosan kiválasztott szög, akkor azt úgy értem, hogy nagyon gondosan meg volt határozva, milyen szögben kell érkezniük. Ugyanis ha az űrhajó túl meredek szögben közelített volna, akkor a gyorsan sűrűsödő légkörben egyszerűen elégett volna, még a fedélzetre telepített hőpajzs ellenére is. Viszont ha a belépési szög túl lapos, akkor úgy pattant volna vissza róla, mint egy kacsázó kavics a víz felszínéről. A tűrés határt úgy szokták szemléltetni, hogy ha a bolygót lekicsinyítenénk egy kosárlabda méretre, akkor a megfelelő szög nagyjából olyan széles lenne, mint egy papírlap. Mivel az Apollo űrhajó oldalazva érkezett a légkörbe, a belépési pont és a csobbanás helyszíne nem ugyanazon a hosszúsági és szélességi fokon helyezkedik el. A múlt évszázad űrhajói a belépés pontjától körülbelül 2700 kilométerre érkeztek meg, aminek az volt a hátránya, hogy néhány ezer kilométerenként olyan hajókat kellett állomásoztatniuk az óceánon, melyek képesek voltak gyorsan megközelíteni a személyzetet és kimenteni őket űrhajójukkal együtt. Na, ez az Artemis programnál és az Orion űrhajónk visszatérésénél egy kicsit máshogy történik. A kapszula, amiben most is utazunk, ugyanis egy úgynevezett hosszú kihagyásos visszatérést hajt végre. A manőver lényege, hogy az űrhajó a magasabb légköri rétegekről előre kiszámított módon szándékosan lepattanjon. Ezután néhány perccel újra belép a sűrűbb légrétegbe, hogy a súrlódás révén újabb lassítást hajtson végre. A manővernek több előnye is van. Egyrészt a két részre bontott légköri fékezés kisebb terhelést ró az űrhajóra és a benne utazókra. Míg az Apollo program visszatérései során körülbelül 8G hatással kellett megküzdeniük az űrhajósoknak, addig az Orion űrhajóban ez már csak körülbelül 4G lesz. Igaz, az kétszer is egymás után. A másik előnye, hogy a hőpajzs nem egyetlen ütemben kap terhelést, hanem két rövidebb ideig tartó időszakban, ami végső soron a túlélést jelentheti, amikor a határokat feszegetjük. Végül az utolsó fontos előnye a folyamatnak, hogy az űrhajó a visszatérés során képes a fúvókái segítségével vezérelni a kabin állásszögét, amivel pedig a felhajtó erőt, pontosabban annak irányát tudják szabályozni.
Ennek menet közbeni vezérlésével pedig az Orion a belépési ponttól akár 9000 kilométerre is el tud távolodni. Mivel az űrhajó mozgása a süllyedés során szabályozható, így elég pontosan kiválasztható a csobbanás helyszíne. Ennek köszönhetően pedig nem kell annyi hajót kivezényelni az óceánra. A furcsa kattogó hang, amit hallunk néha, az Orion űrhajó pozícionáló fúvókáiból jön. Ezek apró lökésekkel több tengely mentén képesek kibillenteni a járművet a visszatérés során, ezzel befolyásolva a felhajtó erő irányát. A vízbeérkezés előtt körülbelül 20 perccel veszi kezdetét az első légköri fékező manőver. A magasságunk jelenleg nagyjából 100 km, a sebességünk pedig 39.600 km/h körül alakul. Az űrhajónk összepréseli az útjába kerülő ritka légköri részecskéket, ez a folyamat pedig hatalmas hővel jár. A hőpajzsot úgy tervezték meg, hogy a közel 3000 Celsius fokos környezetben saját magát felemésztve védje meg a belső szerkezetet. Ezért látunk apróbb izzó részecskéket leválni az Orionról, amik csodálatos csóvát húznak maguk mögött. A másik jól megfigyelhető jelenség a plazmaburok. Az űrhajó visszatérése során a kabin körülötti részecskék ionizálódnak, ami egy plazmaburkot képez a kabin körül. Ennek a magunk mögött hagyott világító csóváját láthatjuk az ablakból kifelé nézve. A plazma alakját alapvetően a légkör sűrűsége, a sebességünk és az űrhajó állásszöge határozza meg, ám a fúvókákból kiáramló égés termékek is képesek azt formálni, ahogy ezt láthatjuk is az ámulatba ejtő felvételen. Az Apollo űrhajók navigációs rendszerei még nem voltak olyan fejlettek, hogy menet közben pozícionálják az űrhajót a megfelelő irányú felhajtóerő és végső soron a pontos navigáció érdekében, de az Orion űrhajó, amiben éppen utazunk, már képes rá. Emiatt láthatjuk, hogy a talaj néha az egyik oldalról a másikra fordul át. A lapos érkezési szög miatt az űrhajó lepattan a légkör egyre sűrűsödő rétegeiről, így első körben nagyjából 60 km-es felszín feletti magasságig süllyedtünk. A lepattanás után viszont újra emelkedni fog a magasságunk, amivel ismét 90 km fölé emelkedünk. A hígabb légrétegekben mérséklődik a surlódás, vele együtt csökken a G-terhelés, és a látványos plazma csóva is elhalványul.
Körülbelül 10 perccel a csobbanás előtt jön a második kör. Ahogy újra egyre sűrűbb légrétegű mélységbe zuhanunk, a plazma csóva ismét felragyog, a nehézségi gyorsulás emelkedik, a jármű pedig intenzív lassulásba kezd. A fúvókák segítségével még forog egy kicsit az Orion űrhajó a hosszanti tengelye mentén, ezzel a manőverrel képes a lehető legjobb pályán vezetni a járművet a mentőcsapatok irányába. Thank you.
Nagyjából 4 perccel a csobbanás előtt, úgy 7,5 kilométeres magasságban a sebességünk körülbelül 500 km per óra. Ekkor nyílnak ki az első stabilizáló ernyők. A két kupola feladata, hogy az űrhajó továbbra is a megfelelő pozícióban lassuljon. Ez elengedhetetlen ahhoz, hogy a főernyők hibátlanul nyílhassanak ki. Három percre vagyunk a csobbanástól, a magasságunk 3 km alá csökkent, de a sebességünk még mindig 200 km per óra fölött van. Ideje kinyitni a főernyőket. A piropatronok robbanása után a három óriási, egyenként 30 méter átmérőjű kupola a terveknek megfelelően szépen lassan, fokozatosan nyílik ki. Imádom azt a nem mindennapi látványt, amikor az űrhajó az ejtőernyőivel szó szerint lyukat üt egy felhőben. Ezután a maradék üzemanyagot is elégetik, hogy az már ne jelentsen veszélyt az űrhajósokra vagy a mentőszemélyzetre. Ilyenkor az ellentétes irányú fúvókákat egyszerre gyújtják be, ezzel semlegesítve egymás hatásait, így elégethető a maradék üzemanyag. Hiába a három darab egyenként is panelház méretű ejtőernyő, ezek sem képesek 30 km per óránál jobban lelassítani az űrhajónkat. Így a becsapódás semmiképp sem nevezhető kellemesnek. De a vízbe való érkezés, a háton fekvő pozíció és a kipárnázott székek együttesen elviselhetővé teszik a csobbanás okozta terhelést. Húzós 25 perc volt, de a végére itt vagyunk, újra az anyabolygónkon.
Ha tetszett a videó, iratkozz fel, hívd meg egy kávéra a Patreon oldalán, vagy csatlakozz, és legyél te is csatornatag az extra tartalmakért.